Na, hello pingvinek itt Nessá és folytatjuk Petra nehéz kalandjait. Az előző epizód nem sikerült túl jól, de hát ha a mai egy kicsit faszább lesz, nagyon sok komment érkezett, és segítettetek nekem többek közt abban is, hogy ezeket a szemét ruhákat a földről itt vásárlásmódban el tudom távolítani úgyhogy ez gyorsan meg is történt, illetve hogy két óra videójátékozással, ha minden igaz fókuszd állapotba tudjuk rakni Petrát, ha legközelebb szükség lesz rá, azt is mondtátok, hogy ne otthonról dolgozzak, hanem küldjem el a melóba, mert az ott egyszerűbb, szocializálódik is, de én kitartok amellett, hogy dolgozzunk itthonról, hiszen a sorozat gyakorlatilag erről szól, hogy megpróbálunk social media sztárok YouTube videósok lenni, és én akkor is otthonról fog dolgozni, ha nehezebb az ügy. Folytassuk is, nézzük, hogy vajon Petra ma mibe keveredik. Azaz, egyél csak szemüvegbe alszik egyébként, ezt is a legutóbbi epizódban ti észre, nekem fel se tűnt. Illetve hát arra is rávilágítottatok, hogy ha át akarok jutni a szomszédba, akkor kopogni kell az ajtón. Hogy nem jutnak eszembe ezek a dolgok? Na mindegy, haladunk tova, Petra Pisil. Már megint mi bajod van? Na megint a bogarak. Erről viszont nem írtatok, vagy legalábbis nem jutottam el odáig a kommentekben, hogy mit csináljak a bogarakkal. Nem tudom elővenni a telefont, de nem, nem azt akarom, hogy ne tezzé, Petra. Azt akarom, hogy hívjál valami rovarírtót. Biztos lehet. Aha. Azt mondja, hogy igen. Hire a service. Igen, egy service-re van szükségem. Nem pizzát akarok, nem takarítónőt akarok? Neni. Igen, van dada is. De szerintem a takarítónő az az nem, nem oldja meg a bogarakat. Na jó, van mindegy, hát ö, majd, ha van más módja ennek, akkor szóltok. Petra, fejezd be a kajádat, ezt a grillezett sajtos szendvicset, és utána kéne egy kicsit szocializálódni is. Meg fog érkezni a napi feladat, igazából hamarosan. De le kéne menni az utcára, elvileg le lehet menni, legalábbis én úgy tudom. És kéne egy kicsit emberekkel beszélgetni. Mit szólsz hozzá, Petra? Megkajáltál, megkajáltál. Irány az utcára, itt horról fogunk dolgozni. A napi feladat. Get playful. Jó, tehát játékos hangulatba kell kever keveredni. És öt Do. Five mischief. Nem tudom, mi az a mischief, de mischief -kedni kell különböző szímekkel. Na, Petra Hun vagy. Gyere, beszélgess ezzel az emberrel, mutatkozz be neki. te, hogy nézel ki. Borzasztó. Nem mutatkozol be neki? Akkor mutatkozz be annak, akinek szeretnél. Na, itt a néger csávó. Meg a szobor ember. Na, beszélgessünk a néger csávóval. Funny introduction, legyünk viccesek. Mutatkozz el, beszépen, Mondd, hogy Petra Pingvin, vagy igen. Hagyd a izé, statue embert, nagyon vicces. Közben milyen vágyai vannak, fürödni szeretne. Hát bűzös vagy, Petra, de most ezzel ne törődjél. Mit tudunk vele csinálni? Azt mondja, hogy. Uh, Brighton Day. More choices, Funny. Mesélj el egy robotinváziót. Igen, funny. Sunset valley viccelődjél. Actions. Nem hívjuk fel a néger csávót a lakásra, kedves Petra? Ne, ne járjon ezen az eszed egyből. Nem tudom, hogy mi az a mischief. Beszélgessetek gaming stratégiákról, igen. És... Mischief, aha. Give fake bad news. Mischief. Trükközd meg. Mischief. Valami szar viccet mond neki. Halló! Né, ne, né, ne, negró, ne menjél már el. Halló! Az meg elment a negró, mire elkezdtem volna a dolgaimat, elment. Nem menj utána, nem futunk férfiak után. Mutatkozzunk be ennek a kalapos fiatalembernek, hát ha ő tovább hallgatja a hülyeségeinket. Na visszajött a néger is közbe. Há, hova mentél pisikélni? Akkor miszcsívkedjünk ezen az emberen. Hívjuk meg egy hamis partira. Adjunk neki hülye híreket. Pletykáljunk neki butaságokat. Ijesszük meg teljesen meg fog minket utálni, de semmi baj. Lejöttünk gyakorlatilag az utcára, hogy szopassunk embereket. Petra, te egy nagyon szimpatikus leányzó vagy. Lejöttél az utcára embereket szopatni. Zseniális. Nem tudom, hogy ez miért segít nekünk YouTube videóssá válni, de hazudjunk a karrierünkről. Persze. Adjunk neki hamis reményeket. Mit csináljunk még? Hamis partira hívjuk meg, ezek mind voltak. Nyugodtan. Most ez számolja vajon? Nem számolja. Petra, ne netezzél. Petra, feladatod van! Ez a munka beosztásod, hogy szopass embereket az utcán. Na, most elment a kopasz csávó után valahova. Jó, megcsináltuk a Miss rajta. Még Miss akkor. Nem, eltűnt. Minket mindenki elhagy! Ja, öt different címet kell beszopatni. Akkor sétálj ide, Petra. Ö, azt a fickót kapjuk el. Funny introduction. Fuss utána. Azaz. Hello, főnök. Úristen, hogy néz ki? Ez tuti biztos, hogy pedofil. Rózsaszín szapká... Sap Sapkába ezzel a bajusszal. Ijesszük meg. Na figyeljetek, Petra ijeszt. Jó van, Petra. Gratulálok. Vicces voltál. Három. Oké. Okay. Itt egy futónő. Mutatkozzunk be neki. Hagyd a bajszos pedofilt. Itt a futónőhöz, aki gyurmázik a kosárpályán. Menjünk oda. Hellóka! Nagyon jó, more choices, mischief! És egy kamurandira hívjuk meg. mi vagy? Mi a helyzet? Benne van, adja. Jó, még egy embert kell leszopatni. Bocsánat, ne szállj, ne beszélj csúnyán. Itt ez a szöszke fiú. Mutatkozzunk be. Már Petra kezd bepisilni. Hellóka, nagyon menő a szakállad. Jó, bemutatkoztunk. És... Uh, meg lehet üttetni magunkat? Jó, akkor csináljuk ezzel. Valakivel csinálj valami hülyenséget. Hívd meg egy fékpartire. Nagyon jó. Most, hogy az egész város tönkretettük, és mindenki gyűlöl minket, mert csak hülyéskedünk, menjünk haza, kedves Petra. Úgy. Húíj! Jó, itt is vagyunk. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Jó. Ez megvan. Még van idő. Délután kettő óra. Úgyhogy, mit csinálsz? Gurmé frutkéket eszel. Jó, akartam úgy is javasolni, hogy egyél. Nem, nem ettél, mert valami nem tetszik. Takarítsd el a tányért. És have lunch. Fish taco. Egyél halat. Ez jó hangzik. Nézzük Petra ma, hogyan főz. A szeletelés az mesteri. Ne vágd. Tudtam, hogy elvágja az ujját. Ne gyújts fel a házat, Léci. Jó. Tedd ki, edd meg, Nyam, 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 om, nom, nom. Menjen fel a hunger, nagyon jó. És kerüljünk playful módba még ezzel a hátra a munkából. Feltételezem, hogy játékosok leszünk, hogyha játszani fogunk. Úgyhogy, ha megkajáltál, akkor menj gépezni gyorsan. Energized? Igen, ez nem. Ez eddig nem. Na, Tense. Istenem, hogy mindig. Most mivel van baja? Unsettled by odor. Büdös van. Mitől van büdös? Energized. Ne energized legyél, get playful. Ö, olyan a keyboard-tól playful lesz. Mitől leszel játékos? Mindegy gépez még egy kicsit, mert már este 6 óra van. Gyerünk! Legyél playful, létszi. Ezek a hangulatok, ezek nagyon nehezek, de idővel biztos rá fogok jönni. És a 7 óra van, már agyon játszottad magadat, drágaságom. Pisilni is kell, mi? Na nem baj, most már végigjátszuk a játékot, mert elvileg fókuszd állapotba is kell kerülnie, hogyha végig nyomja ezt a gaming session Hogy már a heckedvéért megcsináljuk. Gyerünk! Nyomjad! Megint tensz, megint büdös van. Valami bűzeleg a lakunkban. Na mindegy. Heh, jó van. Takarítsd el a tányért. Menjél pisilni. Ó, és az elromlott. Fasza. Megpróbáljuk azt is megjavítani. Hagyd abba a játékot, tedd a dolgot, takaríts. Igen, pisikej. Jó. Próbáld meg megszerelni a vezetéket. Nagyon jó. Minden lesz csak playful, nem gyakorlatilag. Get playful. Van-e olyan TV csatorna? Kids Network. Hát attól csak játékos kedve lesz, ha gyerek cuccot néz. Ötletem sincs, de legalább megszereltük a... ...vizét. A rohadt anyát, Vezetéket. Mit akarsz csinálni? Fórumozni akarsz. Minden baja van. Hangosak a szomszédok, sajnálom. Social network, posztoljunk valamit a fácséra. Posztoljunk két valamit a fácséra. Hmm. Online charity. Nem, nem, nem online charity-zünk. Fürdeni is akarsz, kedves Petra. Jól van, akkor még egy fürdést is meg fogunk ejteni. És gyakorlatilag elkönyveljük, hogy ma sem sikerült olyan hangulatba kerülni, mint amit én szerettem volna. Folyamatosan zavarnak a bogarak. Confident lett. Nem tudom, mit kezdjek a bogarakkal, Petra, ne haragudjál rám. Én csak egy ilyen átlagos szimirányító faszzi vagyok, és playful lett. Tessék, most lett playful, de sikerült. Beadta. Na, hát a fürdőtől. Jó, van. Petrának éles hangulatváltásai vannak, de megoldottuk. Fassa. A kamai munkát tökéletesen elvégeztük, és már 330 követőnk van az interneten, tehát szinte híresek vagyunk. Nagyon jó. Végre egy sikeres nap, pingvinek. Megfürdünk, aztán le is fekszünk aludni ennek örömére. Fasza. Adjatok egy pacsit. Nem adtál mi? Az minden mindenedet. Na. Sikeres nap. Ilyen is ritkán van, becsüljük meg. Petra megcsinálta, amit meg lehetett. Egy jó alvással kipihenjük a fáradalmakat. Jön a reggel 7 óra, fölébredünk. Reggelizünk egyet, csörög a telefon. horról fogunk dolgozni, mert ez nagyon megy. Várjál Petra, reggeli. Csináljunk tojás békönnál. Nagyon jó, és nézzük meg közben, hogy mi lesz a mai feladat. Ó, már előléptetési dolgok is vannak. 25 követő kell az előléptetéshez, és kettes karizmaszkill, ezek megvannak. Tehát elvileg elő fognak léptetni minket holnap. Le kell menni az utcára, és viccesnek lenni öt különböző szimmel, valamint el kell jutnunk az edzőterembe. Nem tudom, hol az edzőterem, de meg fogjuk nézni a város térképem. Hoppá, elő is léptettek, bocsánat. Engagement manki több pénzt keresünk, és kaptunk bónuszt is. Ó, várja, ne tűnj hát még olvaslak. Jó, a munkaidőnk az nem változott. Fasza, előléptettek minket, királyság. Na Petra bekajál, mert éhen akar halni. Egyél kicsi. Hogy, hogy, om Falatoz, és utána el kell jutnunk. Takarítsd el. Hihetetlen, hogy nem takarítsa el magától. Utána el kell jutnunk az edzőterembe. Hol a fenébe lehet az edzőterem? Ez a kérdés. Manage words. Nem, nem, nem lépünk ki. Elmentjük a játékot. Na. Hol az edzőterem? Megtaláljuk, ne aggódjatok. Na, de lassú volt a mentés. Jó, menjünk le az utcára. Valahogy van, mindegy kilépek a izére. Hol tudok kilépni? Manage Worlds. de el, és kimegyünk a világba. Lehet, hogy ettől nem leszek okosabb. De folyamatosan segítetek nekem, úgyhogy nem gáz. Azt mondja, hogy karaoke bár, egy régi ház, ezt meg lehet venni. Ha. Karaoke bár, edzőterem. Na, akkor jó helyre jöttem. Hogy tudok ide utazni? Várjunk, akkor valahogy Petrával kell eljutni ide. Hívni kell egy taxit? Azt se tudom, hogy működik az utazás. Nézzétek el nekem, kérlek, hogy ilyen béna vagyok. Egy pillanat. Ja, jó, itt van. Vizit. Igen, Petrával akarok vizitelni. Még pedig az edzőtermet. Megy ez! Nem vagyok én olyan béna, csak egy kicsit lassú. De hát ezt már megszoktátok elmegyünk egy-egy gyurmázni, és közben vicceskedünk. Jéhé, itt vagyunk a fitness teremnél. Gyúrunk egy kicsit segrepetre, mit szólsz hozzá? Na gyerünk be, akkor go here. Ha nem egy nagy, nem egy nagy hely. Ja, de várjál, ez itt mind, mind edző terem. Ez csak ilyen kellemes kis lokál. Hogy kell becsekkolni? Na várjatok, ez most ilyen Facebookos becsekkolás? Actions. Ö, gyúrjunk egy kicsit, az sose árt. Úristen, kőkeményen nyomja Petra. És viccesnek kell lenni bizonyos szímekkel. Hát biztos örülni fognak neki, hogy edzés közben vicceskedem. Hagyd abba egy gyúrást Petrám. Drága Petrám. Mutatkozzá be szépen. Remek bemutatkozás. More choices. Funny. Viccesek leszünk. Elmondunk egy viccet a mérnökökről. Hé, jó, neki is mutatkozzunk be. Hello, kedves szakállas ember. Én vagyok a Petra. Rohadtul vicces vagyok. Elmondok neked egy vicces történetet. Nagyon jó. Mutatkozzunk be itt a boxos csókának is. Hello, boxos csóka. Jó, már a vicces bemutatkozás, fáni, Jó van. Menjünk föl. Hogy lehet fölmenni? Upstairs. Föl akarok menni. Hova vezet ez a lépcső? A titkos semmibe? Borzasztó, hogy mennyire nem vagyok képbe. Hogy lehet föl... Jaj, de hülye vagyok. Jó, bocsánat. Valahogy a Sims 3 kezelése könnyebben ment, mint a 4 Itt van egy nő, aki büdös. De Ja, neki már bemutatkoztunk, őt ismerjük. Ja, őt ismerjük. Hogy tudok becsekkolni? Na várjatok, itt a telefonom. Nem játszani akarok, nem. Check in at Sky Fitness. Na, tényleg ilyen social médiás becsekkolásról van szó. Közben Petrának pisikélni kell. Hol vagy Petra? Hol vagy? Várjunk, lefelé szintezünk. Igen. Jó, pisilned kell. Hol a WC? Ha keressük meg együtt, Petra. Biztos, hogy van itt valahol egy budoár. Csak raknak egy edzőterembe WC-t, nem? Menjünk lefelé. Aha, itt van. Ide, gyere! Nyomj egy pisit, csak bátran. Nagyon ügyes vagy, Petra. Egyedül végzed a dolgod. Oppá, itt az öltözőben. mutatkozzunk be a hölgyeménynek. Hellóka! Nem menekülj! Érd utol? Jó, bemutatkoztunk, itt is egy boxos csávó, neki is bemutatkozunk. Király! Elvégeztük a napi feladatot, nagyon belejöttem ebbe. Elképesztő. Jó, ha ez megvolt, akkor mit szólnál hozzá, hogy állnak a statyai? Jó, nagyon szociális vagy, tehát azon nyomba hazautazunk. Elég a beszélgetésből, gyerünk haza kockulni. Uha! Sikeres vagyok! tök jó. Fejlődünk. Na. Megjöttünk haza. Üljünk le. És program. Hekkeljünk egyet. Sose rossz. Egy jó hekkelés a nap lezárására az mindig fasza. Mit akar csinálni? Ja, amúgy is hekkelni akar. Jó. Ha megvoltunk a hekkeléssel, akkor posztoljunk a Facebookra. Az biztos nagyon sokat segít. Na, mit csinálsz? Megint megnézted a sarokban a tetveket. Jó, update -eled a social médiát. Majd utána, mint mondottam volt. Hol van a heg? Mi ez a hang? Ó, bazd, meg, elromlott a izé elromlott a áramfejlesztő, nem tudom, hogy hívják. Szóljunk a ház házvezetőnek, az megszereli. Te meg közben netezel. Most mit csinálsz? Nem azt Ja, itt beázott a izé. A híva néger csávó, nem akarok beszélgetni. Ez volt a baja, ezért van büdös. Beázott az apartman. Ó, oh, hát mindig tanul az ember valamit. Na de visszatérve ide, én hackelni akartam. Program, hack, liakorm, liszervert meghackeljük. meghekkeljük. Azaz Petra, csak ügyesen hekkelgessél. Mennyi követőnk van? Social networking, check total followers. Ó, oh, és a bogarakat is ki fogja írtani a fickó, remélem. Nem nézted meg a követőidet, Petra? Nem is engedi. Petra teljesen minden tönkretett. Megint a bogarakkal van baja, azért van hisztid. De elromlott? Ja, elment az áram! Ezért nem tudsz hekkelni. Na jó, majd ez a szolgalelkű itt megjavít mindent. Akkor most izé, főzni se tudok? Valószínűleg nem. Mi lenne, ha megcsinálnád az áramot, te paraszt? Nem mosogassál, csináld meg az áramot. Hát beszarok. Nincs áram. Na legalább Petra olvasgat egy kicsit. Mit akarsz? Ne cseteljél, nincs áram, te sutyó! Azt leáll velem izé udvarolni. Hát szereld meg, meg a dolgot. Ölelget. Nincs áram, és ölelget a sutyó. Ezt, ezt a falon, ezt kéne megszerelni. Hát jó van. Akkor egyetek, beszélgessetek, ne törődjetek semmivel. Este 8 tényleg semmi jobb dolga nem lehet az embernek. Gratulálok beszélgetnek. Uncomfortable, nem ízlet neki a gyümölcs. Ja, ezt is írtátok egyébként a hozzászólásokban, hogy valamelyik szín nem szereti a gyümölcsöt. Na jó van, mielőtt itt elindul a házvezetőnővel a leszbi parti, vessünk véget ennek az epizódnak. Tök jól ment! Remélem büszkék vagytok rám. Rám. Igen, fejlődök, csak beszélni nem tudok még mindig, de dobjatok egy lájkot, és akkor igyekszem majd azt is gyakorolni. Lesz még folytatása a héten, úgyhogy Petrát nem kell elengedni messzire. Hogyha tetszett ez a videó, és még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! UMFG, ne száj, csalol, bugolod! လိုလေဘူဂေါ်လို